Hát 2020 nyarán vásároltuk meg a helyiséget, és 2020 szeptemberével a csapat nagy elánnal fogott neki a társadalmi munkának. Tehát igazából 3 éves építkezés kellett ahhoz, hogy eljussunk erre a szintre, hogy elmondhassuk, hogy a kerékpár múzeum fizikálisan kész, mint épület. Milyen munkálatok következnek most, hogy épületként már készen vannak? Terveznek vitrineket, különböző kiállítótereket még berendezni? Hát most jön tulajdonképpen a csinosítás, illetve a tartalommal való feltöltés. Hát információs pult, vitrinek, megállítótáblák, fotofalak kerülnek majd elkészítésre. Az egyik fotofalunk az éppen a múlt héten készült el. A hátsó termünkben egy 1912-es deaktéri képeslap alapján lett tulajdonképpen igazából oda felragasztva. A fotofalaknak a jövőképe az, hogy lehessen kipróbálni, lehessen felülni és lehessen fényképezkedni egy-egy ilyen kerékpárral, a múlt kerékpárjával. Melyik a legrégebbi darab abból a gyűjteményből, amely jelenleg már itt van? A legrégebbi egy 1818-as futógépnek a replikája. Ez az első kerékpárnak az őse, ugyanis egy nyomvonalon és egy kerék kormányzásával ezt hívták a kerékpárnak az ősének. Ez itt van éppen mögöttem, mert már elkezdtük a kerékpármúzeumot feltölteni a kerékpárokkal. Most a célunk az, hogy minden kerékpárt elhozzunk ide, amit szeretnénk kiállítani, és utána elkezdünk rendezni, hogy hogyan tudjuk azt a fajta három csapásirányt megvalósítani, a kerékpár történelmet bemutatni, a magyar kerékpárgyártást bemutatni, és a nagykanizsai kerékpárosztást bemutatni. Mekkora időintervallumot fog felölelni majd a múzeum gyűjteménye? 1818-tól az 1970-es évekig szeretnénk ezt bemutatni, az 150 évet szeretnénk bemutatni. Körülbelül hogy oszlik meg a replikák, illetve a akkor gyártott kerékpároknak az aránya? Mivel tudva levő, hogy a kerékpár történelemnek a fő csapás iránya igazából Anglia, Franciaország volt, tehát amíg 50 ezer példányszámú velocipéd futott az 1870-es években Anglia-Franciaországban, addig Magyarországon volt 69 darab. Tehát mi nem a múlt kerékpárjainak a bölcsője vagyunk. Tehát elmondhatjuk azt, hogy a kerékpár történelemnek a kerékpárjai, a futógéptől a biztonsági kerékpárig bezárólag, ezek megtalálhatók nálunk fizikálisan, de ezek replikák. Egyedi darabokat is be lehetne szerezni, viszont hát 4-5 millió forintos nagyságrendben mérik a gyűjtők ezeket a darabokat. Természetesen a múzeum nem múzeum annélkül, hogy ne egy eredeti darabunk. Van egy szlovén barátunk, akinek birtokában van egy-két eredeti kerékpár, és ezt a múzeumok rendelkezésre fogja bocsátani, mint kiállított darab. Legfontosabb kérdés a nézőink számára, mikortól láthatják majd ezeket a kerékpárokat? Hát fizikálisan elkészültünk, tavaly novemberével, most jelenleg a beltartalom folyik. Ez saját forrás és saját társadalmi munka keretében folyik tovább. A tervünk az a Nagykanizsa Városnaphoz szeretnénk hozzákötni valamilyen szinten, hogy akkor már amilyen szinten fogunk állni, be tudjuk mutatni az érdeklődőknek.